Mai vendégem a közelmúltban megnyerte az első magyar Miss Influencer elnevezésű versenyt, kapisérte hideget meleget. Plekkákról, külsőségekről és a véleményvezéri lét fontosságáról beszélgetünk Szőkerebekával. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Szia Rebeka, üdv a klubban! Szia! Ugye te nyerted meg a, az első hazai Miss Influencer versenyt, ami, hogyha jól tudom, akár egy magyar kezdeményezést, tehát, hogy magyar hölgyek alapították a díjat, de hogy először Dubajban rendezték meg ezt a megméretetést nemzetközi szinten. Mi ez a verseny tulajdonképpen? Azt tudom, hogy nem szépségverseny, de akkor igen, mit figyeltek? Igen, sok kavarodás volt. Először én is azt hittem, hogy szépségverseny influencerek között, de aztán utána kérdeztem, és ez tényleg csak arról szólt, hogy milyen kreatív tartalmakat gyártunk a cégeknek, és hogy tényleg milyenek vagyunk belül. Nyilván fontos volt, hogy ápolt legyen a külső, és hol legyen a megjelen megjelenés, de itt, itt tényleg nem a szépség, nem az alak számított, hanem csak a tartalom és a kreativitás. Te voltál a szépségversenyen egyébként? Igen, voltam a Miss ahol második lettem is közönségdíjas. Ö, ott is azért jelentkeztem, mert ez is egy ilyen fiúsabb vonal volt kocsikkal, meg minden, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez, ez nekem való. Aztán ott így felbátorodtam, hogy azért kéne egy első helyet elhozni valahonnan, akkor jelentkeztem a, a Miss Balatonra, és ott meg be se a döntőbe se. Úgyhogy ott kicsit elszomorodtam, hogy akkor mégse nekem való ez az egész, meg hogy ez túl fiús vagyok. És hát amikor jött a Miss Influencer ö, jelentkezés, akkor felcsinont hogy na talán ez én vagyok most. De az baj, hogy túl fiús vagy szerinted? Én azt vettem észre, hogy inkább az ilyen nagyon finom, kifinomult hölgyeket szeretik, akik kis visszafogadtak nőiesek, én meg túl nagy hangú voltam, és fiús szerintem. Mindig azt éreztem, hogy kilógok egy kicsit. De a fiúság az gyerekkortól megvan? Mert láttam igen, róla a régi képeket, igen, mivel és ott is csajos voltál. Hát megtévesztél a külső. Ja. Mivel apukám zenész ezért ő csak hétvégén kellett, hogy dolgozzon, így hétköznap ő volt velem otthon, és nem anyu. az Ez azt eredményezte, hogy nem barbiztam, hanem GTA-ztunk együtt, úgyhogy... De zenélhettél volna, nem? Hát az a baj, próbálkoztam, zongoráztam egyébként kiskoromban, de aztán ugye az annyira nem tetszett. Énekelni szerettem volna, de nem. azt nem örököltem. Tök jó rekettes a hangod, hogyha tudnál énekelni, az nagyon menő lenne. Igen, tudom. Próbálkoztam, de mondták, hogy inkább ne. Tartsa meg <laughs> ott a fűrőszobában magamnak. Hangot. Igen. <laughs> a rekettes helyett. Ja, ja. Pedig hogy nem dohányzom, úgyhogy nem érdemlem ezt a hangot, de hát ez jutott. De tök jó erotikus. Erotikus? Hát nem? De most nem, mondták még? <laughs> nem, tudom, inkább mindig, hogy, hogy, olyan férfias. Tehát, hogy ott a, versenyben azt mondod, hogy itt tartalmat kell gyártani, volt még valamilyen teljesítés, amit kértek tőletek? Tehát, hogy valami olyan, ami amivel ö, ki tudtok emelkedni a többiek közül? Igen, volt egy jótékonysági kampányunk, ahol a karcagi állatmenhelyet kaptuk meg, hogy neki készítsünk tartalmat. És egyébként nekem az annyira meg is tetszett ez az egész, és annyira sikeres volt, többen írta. Két ember ö, el is küldte, hogy fogadott örökbe kiskutyát onnan, miattam. Mint, hogy onnan ö, figyelt fel a helyre. Illetve többen elküldték, hogy tényleg felajánlották az adójuk egy százalékát. Úgyhogy én már le is beszéltem következő szombatra egy miskolci menhelyel, hogy ott is készítek tartalmat, és önkénteskedek, uh -huh. szektápot, meg ilyenek. Tehát akkor neked tulajdonképpen most az állat ö, mentés az, ami a küldetésed? Ez is egy küldetésem, igen, mindig is szívügyem volt, nekem is van egy mentett cicám, családban is van több mentett kutyus, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt viszem tovább ezt a vonalat. Nekem az utcáról összekukázott macskám van, képzeld el. Lényleg? Hozzánk csapódott két éve karácsonykor, sétáltunk a kutyámmal, és egyszer csak a macska egy mellettünk termet, és jött velünk sétálni tovább az utcán. Tehát, hogy követett minket. És ki ennek a kutyusa? Hát muszáj. Muszáj? Bele <laughs> Nincs más választás. Egyiknek sem a macska, megy vissza az utcára, viccelek, nem találtam van neki másik gazdát, de nekem így lett macskám, úgyhogy nekem is egy mentett macskám van. Nekem két cicám van, de még egy kutyusban gondolkodom a jövőben. Az még hiányzik. tudod, hát egy ilyen nagy dobberman, vagy egy nagy amstaff, nem. nem? Nem, valami kis picit, mert megenné a macskákat. <laughs> egy kis csibabát a fiús lánynak. Na azért az se, kettő között. <laughs> Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres véleményvezérré váljon az interneten? Ugye nyertél egy ilyen típusú verseny most, és uh, egyébként is uh, elég sok követőt szereztél magadnak úgyhogy valójában neten hoztad ezt össze, tehát hogy nem, nem énekelsz mellette, nem színjátszol mellette, még. még. Tehát hogy nincs olyan, nincs, olyan, dolog, ami, ami pluszba hozna követőket az interneten kívül. Hát az első szó, ami eszembe jut, az a hitelesség. Szóval én tényleg próbálom átadni, hogy milyen vagyok a való életben. Nem próbálok egy ilyen tökéletességet előadni. Ó, nyilván vannak fotózásos profi képeim, amik nagyon beállítottak, munkázottak, de emellett igyekszem megosztani a hétköznapi valódi énem, akár smink nélkül, akár a legrosszabb formámba pattanásosan. Ugye szerintem ez az első, hogy, hogy maradjunk meg húsvér emberek. A humor, és hát nálam, nálam, a humor az, ami szerintem fontos, és amivel a legtöbben tudnak azonosulni. Meg ö, attól, hogy felkeres egy cég, még nem feltétlenül kell azt megosztanom, szóval tudni kell nemet mondani, hogyha az, az nem önazonos, hogyha az, az nem hiteles, ha mondjuk felkeres egy, egy olyan táplálék ami a fogyás segíti elő, akkor ezt nem fogom ö, kirakni, mikor én pont hogy erősödni próbálok, mert egyébként nagyon vékony voltam, szóval én ilyen 40 kilóról indultam, és nehéz volt felszedni ezt a plusz 10 kilót, úgyhogy ilyen téren nem akarok becsapni senkit, hiába ajánlanak bármennyi pénzt, az nem. Mondod, hogy a képeid egy része az ugye utómunkázott kép, és elég sok vád ér a Redditen azzal kapcsolatban, hogy fészapot használsz. Én mindig is vállaltam, és van nem titkoltam. A fészap egy nagyon jó dolog, csak mértékkel kell használni. Mm -hmm. Én nem is kell így gondolom egyébként. rátolni a Hollywood effektet, de amikor egy képen tök árnyékos itt a szemem alatt, akkor ha egy pici fészapot rárakok, kivilágosítja. Amit egyébként egy fotós megcsinál photoshoppal, azt elismerik, de mivel nem értek hozzá, nem tanultam, miért ne csinálhatnám meg ezt egy gomb segítségével. Uh -huh. Emellett ugyanúgy teszek fel olyan ö, videós tartalmat, ö, vagy mást, ahol nulla effekt, tényleg smink nélkül, úgyhogy így vagyok vele, hogy így megengedhetem magamnak, mert megmutatom, hogy milyen vagyok minden nélkül, akkor miért ne lehetne ott egy, egy profi kép. Igen, csak ugye az van, hogy az influencer lányokkal kapcsolatban elég sok kritika jön, hogy a fészek meg a, meg a szépészeti beavatkozások hát. és a hasonlók, azok torzítják a követőknek az önképét. Ugye ez az egyik olyan indok, ami miatt a véleményvezér lányokat elítélik a mai világban. A másik ugye a, a teljesítmény nélkül hogy erről is beszélgessünk egy kicsit a későbbiekben. De szerinted ez probléma e hogy, hogy a fészap használat, illetve az épészeti beavatkozások, azok valamennyire befolyásolják a fiatal lányok önképét? Szerintem amíg ez így fel van tüntetve, és én is elmondom, hogy igen, van, amelyik képemen használok, addig nem probléma. Nyilván akkor van baj, ha valaki túlzásba esik, és teljesen ezt akar elhitetni, hogy ő így néz ki, és semmit nem oszt meg abból, hogy ő milyen valójában. Úgyhogy a, ugyanez a szépészeti beavatkozások, amíg valaki ezt nem titkolja, és nem akarom elhitetni, hogy már pedig ezek igaziak, addig nincs probléma, szerintem. Uh -huh. Ugye sok lány úgy van vele, legalábbis én azt hallom, hogy a, a különböző filterezett arcokat viszik, a képeket viszik a plastikai sebészhez, hogy akkor igenni szeretnének válni, amik egyébként irreális külsők tulajdonképpen, meg ideális arcvonások. Aki hisz ezekben a képekben felnőttként, az baj. Ha meg valaki fiatal, arra meg a szülőnek kell, hogy odafigyeljen szerintem. Mennyi látott -e egyébként azt, hogy mondjuk a, a véleményvezérek, most nem a tiget feltétlenül, hanem alapvetően mondjuk amerikaiak, külföldiek, High Life bemutatása szintén valamiféle kisebbségi komplexus táplál az emberekben. Tehát az, hogy azt látja a, a fiatal gyermek egyébként szerintem az idősebbeknél is ez probléma uh -huh. lehet, hogy ilyen csilivilli autó előtt áll a, a véleményvezér, ilyen csilivili háza van, ilyen luxusban él úgy egyébként, hogy azért mondjuk nem dolgozik hétköznapi munkát. Ezen én se értek teljesen egyet, én, én, nem, én nem vagyok az a típus, aki így mindent kirak, meg én nem flexelek semmivel, meg nincsenek is luxus dolgaim. Most én nem rádvetítve kérdezem, hanem általánosággal kérdezem. Hogy hogy ezen én se teljesen értek egyet, viszont engem soha nem zavart. Én, hogyha látok bárki ilyet a neten, soha nem mértem magam hozzá, soha nem irigyeltem semmit, soha nem éreztem magam kevesebbnek, úgyhogy aki ezt érzi, az... Vagy ne kövessen olyan embereket, akik rossz érzést keltenek benne, vagy menjen el pszichológushoz. Igen, én általában azt szoktam erre mondani, hogy jó lenne, hogyha ezt ilyen motivációként élné meg az ember, nem? Igen. Tehát akkor is, hogyha mondjuk tudja, hogy ez álságos valamennyire, és hogy ez nem teljesen valós feltétlenül, mert csomószor van az, hogy, a, hogy a, az influencer odáll egy, egy luxus autó elé, ami nem is az ő autója, Lesz. és fotózkodik vele, csak azért, hogy elítesse az emberekkel, hogy ő milyen jól él, és milyen menő. Tehát, hogyha nem is teljesen igaz, amit lát, akkor is ezt próbálja őt motiválni arra, hogy minél jobb legyen az életben. Nem tudom, én követek például olyan fitnesses fiúkat, akiknek tök jó testük van, az enyém most éppen nem tök jó test, de láttam, hogy neki van, és az motivál arra, Igen. hogy mondjuk azt elérje. Ugyan ezt akartam én is mondani, hogy én is követek rendes, rengeteg fitnesses csajt, és ha rossz érzést keltenének bennem, vagy azt érezném, ha látom a posztjukat, hogy úristen, de rosszul nézek ki, meg ú, ki sem megyek az utcára, akkor inkább kikövetném őket. De pont, hogy ülök, nézem őket, és jó, elmegyek ma is edzeni, pedig nem akartam. Szóval tényleg ezt inkább csak ilyen pozitív energiákra kéne használni ezt az egészet nem, nem a negatívra. Hát egy például hogy... téged az, hogyha mondjuk van egy fitnesses lány, és mondjuk jó a legtöbb fitnesses lánynak talán nem ez a helyzet, vagy vele nem ez a helyzet, de egy csomó lány megcsináltatja a fenekét. És tudod, lesz egy lesz googolás helyett, egy szilikon feneke, ez például téged nem nem, nem, nem irítál vagy nem befolyásol? De, de nem is követek olyat, akinek. Ö... Aha. aki előadja magát okay. nagy fitnessesként, és közben szilikon van a fenekében, szóval ilyes, ilyeneket nem követek. Nyilván a, a szilikon mell az más téma. Én is azért csináltattam meg, én világéletemben ilyen férfi mákassal rendelkeztem, engem zavart, próbáltam elfogadni éveken át, nyilván nem volt kellemes kifizetni ezt az összeget. egy képeken sokan tűnik, mint élőben. Hát, megmondom, hogy milyen <laughs> ruhában, nyilván most valójában próbáltam felvenni, legyen túl kirívó. De igen, azért szeretem ezt a méretet, mert ha akarom, akkor el tudom rejteni, de hogyha kicsit fel akarom tuningolni, akkor egy, egy melltartó, vagy egy kivágottabb felső, akkor pedig extra. De azt olvastam, hogy, hogy te valahol azt nyilatkoztad, vagy kiírtad a közösségi oldalaidra, hogy azért mentél szépészeti beavatkozások irányába, meg plastik irányába, mert neked önbizalom volt. Igen, engem nagyon sokat piszkáltak kiskoromban. Nagyon-nagyon vékony voltam, előldeszk a hátul létsz, ezt sokszor meg is kaptam. Csontváz, anorexiás, rengeteg csúnya szóval illettek. Nem tetszettem a fiúknak egészen, szerintem 16 éves koromig, vagy még tovább is. szigorúan is fogtak a szüleim, bulizni sem mehettem, szóval jó, elég elég úgymond, nehéz gyerekkor volt ilyen szempontból, és most elégedett vagyok, úgyhogy én nem bántam meg. Nagyon jó döntés volt, egyébként adott az önbizalmamhoz, szívesebben járok strandra. Előtte volt, hogy ki sem mentem emiatt annyira frusztrált, és tudom, hogy nem normális, tudom, hogy nem ezt tesz azzá, ami vagyok, de, de nekem mégis számított és fontos volt, és jobban érzem most magam a bőrömben. Tehát volt, hogy, volt, hogy a srácok lepontozták a lányokat, és vártam, hogy mikor jövök én, és, és befejezték. És így félve megkérdeztem, hogy amúgy engem nem pontoztak le, és mondták, hogy hát te nem számítasz nőnek. Ez a fiúságod miatt volt, vagy pedig nem, a ez azért, miatt? mert én kis, kis, mindig is későn érő típus voltam, 40 kiló voltam vaságyastól, elődeszk a hátulléc, és nyilván én mindig kislányosabbnak néztem ki a társaimnál, és emiatt mindig úgy is kezeltek, és onnan éreztem azt, hogy én lehetek szexi, vagy teszhetek valakinek, és ez, ez rajtam maradt a mai napig egyébként. Mm. Fur egyébként, amit mondasz, mert a Reddit-en olvastam szintén több olyan kommentet, hogy ők vele jártak középiskolába, és milyen jó lány voltál, és milyen aranyos és természetes, és ahhoz képest meg, hogy a mai... középiskolába már, már javult a helyzet nyilván, de egyébként sulit kellett váltanom, mert először rossz, rossz helyen voltam. Úgy éreztem, hogy, hogy így kicsit itt kipécésztek, meg így még a tanárok részéről is kicsit úgy éreztem, hogy, hogy valamiért, itt engem kipécéztek, és nem, nem szimpatizál velem senki, pedig már tényleg nem is voltam önmagam, meghúztam magam, nagy pulcsikba jártam, nem is minkeltem ki magam. És nagy nehezen kikönyörögtem anyóiknál, hogy hadd váltsak iskolát, de nem nagyon akartak, mert elég neves gimnázium volt, nehéz volt bekerülni. De mondtam, hogy most neves gim ide vagy oda, de én sérült leszek, mire itt végzek. Szerát mentem egy másik uh, suliba, és ott pedig, pff, mint az amerikai filmekben, tényleg ott mindenkivel jobban voltam, tanárokkal, évfolyamtársakkal, osztálytársakkal, Úgyhogy jó döntés volt, és ott már tényleg jól éreztem magam a bőrömben, úgy ahogy. De csak a Redditről informálod, egyébként. Hát ott volt a legtöbbi szöveg rólad, meg a legtöbb információ de, de, de. rólad. Tehát de majd megcáfolgatjuk, amiket írnak rólad, butaságokat, Nem? Volt, persze, jöhet bármi. Kell egy kiinduló pont. Meg okay. ilyenkor. Egyébként csak szeretik a, csak ezt írni, hogy én ó, osztálytársa voltam. Lehet, hogy a, rólad túl, nem a... egyébként, de több igen, igen. igen. Csak erre azt, arra akartam kiukadni, hogy azt mondod, hogy a humor fontos neked, a, a, az, hogy, az, hogy vicces legyél, és tulajdonképpen szerintem ez a fajta ilyen vicceskedés, aztán pont abból fakad, nem, hogy nem voltál a, a mean girl, nem? Tehát, hogy inkább azzal, azzal, loktál ki, hogy vicces volt a vicces Persze, én mindig, mindig az osztály buhóca voltam, mindenki rajtam nevetett a tanárok is. Nagy szájú voltam, ezt néha nem szerették mondjuk, de, de a mai napig, ha találkozom egy volt tanárral, akkor most ők emlékeznek vissza a hülyeségeimre, ah. úgyhogy nagyon jó volt, de soha nem voltam én a, a Gonosz Pompon mint a filmekben, aki mindenkivel gonoszkodik és mindenkit lenéz, úgyhogy inkább ez a, a vicces bohóc kategória voltam. Nem lehet, hogy egyébként az ez emberek ezzel nem tudnak mit kezdeni, hogy mert külsőleg a Gonosz Pompon vagy most, tehát hogy inkább az, az a típus uh -huh. vagy nem, aki, aki aki a filmekben az a, az a vonal, az a Igen, mingöl, néha. ez a, a kics, kicsit, te is tűnsz, nem? Tehát, hogy a, a külső miatt nem? Nem érzed ezt? Nem tudom, mert én nem látom magam kívülről, és én mindig meglepődök, annyi embertől hallom azt, miután személyesen találkoztunk, és beszéltünk pár szót, hogy hú, nagyon pozitívan csalódtam meg, nem ilyennek gondoltalak, és milyennek, mert akkor milyennek gondoltál, mert én ugye ezt próbálom sugározni, meg én ilyennek érzem magam, hogy vicces, aranyol, szerethető, de aztán mindig mondják, hogy azt hittem, hogy nagyképű vagy, beképzelt. Hogy van egy sztereotípia a, uh -huh. a, 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 típusoddal, nem? Tehát, hogy a, ráadásul ugye a szád is meg csináltatva. Ez nem titok, ugye? Dehogyis nem titok. Ezt is tanulom ráadásul, ezt etikai speciális tanulom. Tudom, az, rá, rá akarok majd térni erre is, erre, erre a kérdéskörre. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy, hogy ez a típussal kapcsolatban, ez a női típussal kapcsolatban van egyfajta ilyen távolságtartás, ugye, ridegség, nem? Tehát, hogy azt gondolják, hogy, hogy rossz életű egyrészt nem, tehát ez is egy ilyen visszatérő komment rád a redditen. azt gondolják, hogy sugar keres magának, stb. Tehát, hogy vannak, vannak ilyen fajta feltételezések, és a ridegségi szerintem egy ilyen dolog. Ez ilyenkor furcsa, mert általában azt hangoztatják az emberek, hogy a külső nem számít, meg ne ítélj a borító alapján, meg tényleg azt számít, ami belül van, és végre amúgy mégiscsak a külső alapján ítélnek, és esélyt se adnak néha, hogy megismerjenek, a legjobb elekkönyvelnek, hogy jó, töltve van a szája műciti, akkor ő ez meg az. Csak erre gondolok, hogy lehet, hogy most félreértenek a külsőd miatt, nem? Figyelj, ha nem lenne megcsináltatva például a cicim, akkor más miatt értenének félre. Uh -huh. Szóval én annyira azért nem másnak szeretnék megfelelni, mert tudom, hogy azok az emberek, akik most ö, rosszat mondanak rólam, most bármit össze is törhetem magam, hogyha ők be akarnak sározni, akkor be is fognak és megpróbálkoznak mindennel. Úgyhogy ez kivéthetetlen szerintem. Oké, okay, a te követőidnek, hogyha vannak közöttük kislányok vagy fiatal lányok, és mondjuk önbizalom hiányan szenvednek, akkor mit tanácsolsz nekik? A fogadd el önmagad vonalat, vagy pedig, a, vagy pedig azt, hogy akkor tegyél a külsődért, a külsőd megváltoztatásáért azért, hogy mondjuk jobban érez magad a bőrödben? Attól függ, ha, ha a plastikai szempontot nézek, akkor mindenképp próbál meg elfogadni magad, és én is, én is próbálkoztam, nekem ugyan nem sikerült, de, de nyilván van egy csomó ember, akinek végül sikerül. Ö, Rossz, hogy Magyarországon még mindig cikinek számít, ha most elmész egy pszichológushoz, bár szerintem az ugyanolyan fontos, mint fogorvoshoz járni, vagy bármi ilyesmi. Ö, viszont, hogyha a testalkatot nézek, akkor nem mondom, hogy fogadd el magad, ha zavar, akkor igenis tudsz érte tenni, és be lehet építeni a napodba, és elmenni edzeni. Rátkerestem ugye az interneten a beszélgetés előtt, nem csak a reddit néztem, hanem más tartalmakat is. Szembe jött egy cikk aminek az volt a címe, hogy mellbedobással a Miss Influencer hangeri győztese. Hatalmas mellek, bomba, popsi, ezekkel az adottságokkal lett a magyar közösségi média királynője Szőke Rebeka. Ez nem zavar például téged? Hogy így, hogy így rögtön a popó meg a cicia a, cici a, a Nem, nem zavart, mert igazából ez is alaptalan, nem is volt bikinis felvonulás, nem is nézték a külsőnket, szóval ez nem számított, illetve egyik tartalmamban sem nagyon mutatom a testem. A Flexumnál igen, mert Fürdőrába kellett lenni egy termálfürdőben. Tele van az Instagram modellul képekkel. Igen, de nem azt nézték, amikor értékelték. Ja, értem. Tehát a versenyben ez nem volt szempont, értem. Igen, volt 7-8 márka, cég, és nekik kellett tartalmat gyártani. És szerintem az összes olyan, ahol Egyáltalán nem magamutogató egyik se szerintem. Csak arra akar kijukadni, hogy ez neked nem zavaró, hogy ez az azonosításod? Nem. Ízeleg? Nyilván számítottam, hogy lesznek ilyen jellegű írások. Én tudom, hogy mi van a mögött, amit tényleg említettem a verseny mögött, hogy mit teljesítettem, mit raktam le az asztalra, mennyi munka volt benne. Úgyhogy innentől én elégedett vagyok. Ezek szerint a zsűri is elégedett volt, meg és több pozitív visszajelzés jut el hozzá, mint negatív. A negatív az mindig benne van a pakliban, ezzel számolni kell. Nem is a verseny miatt kérdezem ezt, és mm -hmm. nem, nem piszkálni akar a nehogy csak Észké. tudom, hogy neked például egy, egy nagyon nagy melód az, hogy diplomás vagy. Igen. És ehhez képest azt olvasod magadról, hogy melbedobással nyertél. Hogy ez nem, nem, nem visszás benned. Hát gondolom, aki írta épp a cikket, ő, ő annyira nem látta bennem ezt, de hát ez, egyénfüggő, valaki meg pont azt látta meg, és pont, hogy jobban átjött neki a, a videók által, hogy, hogy igenis a külső mögött, meg a szexizés mögött lehet humor, lehet kreativitás hmm. és intelligencia. Azt nyilatkozta a verseny után, hogy igy igyeksz egy jót képviselni a fiatalok felé. Ugye ez a menhelyes dolog, ez tök jó. Van még egyébként olyan, amit így felvállalsz, és magaddal viszel, és uh, kvázi zászlóvívője vagy a témának? Hát nyilván az edzés... Nem mondom, hogy egészséges életmód, mert azért tudok bűnözni, de inkább Azt ez jövő, a ez Jó, nem. <laughs> és és uh, szeretnék innentől több videós tartalmat csinálni, nem csak ez a beállított képek, meg a szexizés, mm -hmm. hanem tényleg ezt jobban tovább vinni meg, uh, egészséges receptek. Most lesz egy együttműködésem, egy tápláléki egészítővel, uh, és velük is szeretnék több ilyen egészséges snack recepteket gyártani. Oké, okay, ugye azt már említetted, hogy szeretnél, vagy azt tanulod, hogy hogy szépészeti specialista legyél. Ez a pontos mm. megfogalmazása? Esztétikai specialista. Esztétikai specialista, igen. Um, miért van ez téged? Hogy nagyon sokáig kerestem az utam, hogy mégis mit csináljak. Ugye jött a, a, a diploma, hogy közgazdász vagyok, de ezt nem éreztem annyira magamének. Ez inkább a szülők ráhatása volt. Utána jött a COVID időszak alatt, hogy személyedző leszek, megcsináltam azt a végzettséget is. Aztán rájöttem, hogy annyira ebbe se tudnék maximálisan teljesíteni, mert ehhez kéne egy versenyforma, legalább felmutatni egy versenyeredményt. Erre meg úgy éreztem, hogy nem állok készen, és nem is szeretném ezt így végigcsinálni. Egyébként szerintem nem. Azért de. Szerintem akinek, most nyilván van kivétel, de akinek van neve ebbe a szakmába. Én mind legalább egyszer álltak színpandon, és képviseltek egy olyan versenyformát, amire tényleg rámutatják, hogy igen, értek hozzá, tudom, hogy kell csinálni, úgyhogy értek. Igen, csak a hétköznapi embernek nem lesz olyan formája. Mert hogy úgy értem, hogy csak akkor, hogyha lediétázik, és megcsinálja a versenyfelkészülést, és hasonlók. Tudom, hogy tudom, hogy a többetől még lehettem volna, de olyan dologba akartam belevágni, amiben talán az egyik legjobb lehetek. Mm. És akkor ez lesz a... a eszétikai specialista. Igen, úgy érzem, Ugye igen. ez, azt hiszem, hogy töltésekkel foglalkozik? Tehát, igen, a ami az... töltés, csak ugye nem műthetek nyilván. De pedig szívesen műtenél rától <laughs> Igen, ez, ez úgy érzem, hogy tök jó, hogy, hogy ugye, főként nőkkel foglalkozhatok, a, ez a szép részlet mindig közel állt hozzám, és szeretném felhívni a figyelmet ennél a témakörnél, hogy a mérték az érték, és az a baj, hogy ez is azért lett... Elítélve, mert olyanokból indulnak ki, akik tényleg ekkora kacsaszája tölt magának, aki annyira szétbotoxolja az arcát, hogy már mimikái sincsenek, és emiatt lett egy ilyen negatív véleménye az embereknek erről, de de ezt is lehet jól és mértékkel csinálni. Akkor mint leendő esztétikai specialistától kérdezem, hogy az egyenarc feltöltéssel hogy állsz, tehát mit gondolsz róla? Azt látom egy csomószor, hogy lányok ugyanolyanra töltetik az a szájukat, vannak különböző divatirányok, gondolom, ebben a történetben. Igen, igen, hát. Van, van, a sima szájtöltés, amikor a saját formátból hozzák ki a, a maxot, meg vannak ezek a baby doll, a Russian lip, ezek, amik inkább általában ugyanúgy néznek ki. Nekem se tetszik annyira, de én, én nem ítélem el, akinek ez tetszik, ha ez az ő szája, az ő teste, azt csinál, amit szeretne. Én szerintem. Mm és azokkal, jó, oké, most válaszolt erre a kérdésre, ezért azért felteszem a kérdést, hogy azokkal, amik az arcvonásokat másítják el, gondolok itt mondjuk átfeltöltésre, átcsúcs töltésre, átkapocs, vagy átkapocs csontöltésre. Igen, ilyen szupermodelluk, meg ah, igen, vagy, vagy ezek például nem... Hát figyelj, én nem csináltatnám meg, de hogyha valakinek ezt tetszik, akkor én ebben nem látok semmi rosszat. Ez a hílanon egy természetes anyag, megtalálható a szervezetedbe, most egy picit, nyilván ezt is lehet finoman a szupermodellókat, és egyébként lehet ízlésesen ö, megcsinálni. Nyilván itt ö, sokan belesnek abba, hogy már elfelejtik, hogy néztek ki igazából, és túltöltetik. Ezért fontos, hogy egy szakember e, tudjon nemet mondani ilyenkor, hogy fi szerintem már elég van az arcodban, vagy a szádba, vagy mutasd neki képet, hogy milyen volt, hogy minden nap vegyelő nézze meg, hogy nem kell abba már több milli. Úgyhogy szerintem csak erre kell felhívni a figyelmet jobban. Tehát akkor te is válasz kvázi felelősséget ebben a történetben, amikor el fogod kezdeni, Persze. hogy akkor szólsz az embernek, hogy szerinted ez már túlzás lenne. Igen. Azt is nyilatkoztad, talán a fókuszban, vagy a reggeliben, amit így láttam veled interjút, hogy a szüleid nem örültek, amikor belevágta a social média világba. Ó. Hát nagyon nem. <laughs> de, de miért? Mitől féltettek? Hát, ha mint már mondtam, elég szigorúak a szüleim, úgyhogy ez, hogy bikinis kép az interneten, és ezt bárki láthatja, ez teljesen kiverte a biztosítékot otthon, aztán idővel, évekkel később már azért így elfogadták, meg látták, hogy, hogy azért elérek dolgokat vele, meg hogy ebben lelek boldogságra, úgyhogy most már, most már egyébként büszkék rám. Nagyon, talán ez a verseny segített hozzá igazán, hogy elismerjenek, és tényleg büszkék legyenek, úgyhogy uh -huh. már ezért megérte. Oli fans, ez mit szóltak? Ö, csak meg ö, megkérdezték, hogy ugye nincs rólad mesztelen tartalom, mondom, nincsen. Meg is mutattam egyébként uh -huh. nekik, mondták, hogy jó, jó. A free hozzáférést? Igen, <laughs> megmutattam nekik. Cic is sincs. is kép sincs, tényleg? Soha nem is készült rólam fél aktfotó. Tényleg se. egyáltalán semmi? Semmi. De hogy hát ki is nyírnának. De magad, sem mehetnék. De magadnak sem. Magadnak nem, sem én még pár kapcsolatban se küldök magamról aktfotót, mert annyira félek, hogy ez nem is, hogyha csak a hiába bízom meg mondjuk a páromba, de feltörik a fiókom, vagy elhagyom a telefonomat, ez nekem mindig egy akkora félelmem volt, hogy ez egy tök jó nem. téma egyébként, hogy így felveted ezt a, a mesztelen Én soha nem is értettem, Én a, sem a van, hogy ki, olyan embereknek elküldik, hogy éppen, hogy randizgatnak valakivel, alig ismerik, és, és küldik a nude fotókat, aztán meglepődnek, hogy a köszön vissza, meg egy Ezt akartam mondani, igen. <laughs> Most, nem ettől mindig is rettegtem, úgyhogy ezt ellen soha nem fog rólam készülni. Az biztos. De ö, tehát nagyon sok fotózásos, nyilván szexi fotom volt, fehér Bikin is Uh, amiket elkezdtem feltölteni Instagramra, és ott megkaptam azt a kritikát, hogy ez most már sok, egyhangú, ennek nem itt van a helye, és akkor uh, többen tanácsolták, és én is felvetettem a követőimnek, hogy akkor mi lenne, ha ez egy másik platformon lenne elérhető. Uh, akkor kaptam a tippet, hogy van OnlyFans, meg ez a patr... Pat Patreon. Patreon? Kiraktam, hogy szavazzák meg melyik, nyilván az OnlyFans-re szavazott mindenki, és megcsináltam. De azt sem zavarja hogy az OnlyFans miatt uh, esetleg elítélnek? Tehát, hogy, hogy csak ezt látják Gondoltam kívülről. El, igen, féltem, hogy hú, akkor biztos így most megint teszek egy lapáttal az egészre, is, és, és, majd megy rólam ez meg az. De nekem tiszta lelkismeretem, nincs róla mesztelen tartalom, aki nem hiszi, el fel, és nézze meg. Úgyhogy ha lenne rólam bárhol ilyen, az már rég visszaköszönt volna, az már rég kiszivárgott volna, úgyhogy kinek van esze, az tisztában van vele, szerintem. Kényes téma. Vagy hát lehet, hogy nem kényes neked, mert tudsz rá majd válaszolni, de a, a maga a téma felvetés kényes lesz. Redditen többször jött szembe, hogy megtaláltak téged eszkort oldalakon. Ja, ez nyugodtan beszélünk róla. Hogy kerültél te fel ilyen oldalakra? Mindenhol fent vagyok. Az összes társkeresőn, ö, minden egyes, ilyen luxuseszkort, eliteszkort, meg még van egy csomóféle. Igazából nem nehéz keresni rólam képeket meg pár adatot rólam, hány éves vagyok, kb. Milyen Ezt miért csinálják, vagyok. azért besározzanak téged, azért csinálják? Mert azt, tehát, hogy, igen, mert ö, ha valaki levelezget valakivel, találkozni nem fog tudni vele, hiszen igen, nem te akkor el ezek szerint. Már volt egyszer egy rendőrségi ügyem ebből, de ott is alig tudtak segíteni ez ügyben, de annyit elmondtak, hogy rengeteg levelezést folytatott ez a profil férfiakkal, és hogy pénzt is szeretett volna kicsikarni belőlük. Szóval szerintem egy részről be akarnak sározni, meg van, aki megpróbál kihúzni pénzt. Tehát előre kér pénzt, uh -huh. és akkor utána nem megy el a találkozóra, gondolom. Ha? Igen, volt már ebből egy balhé, egy, egy feleség felkereste édesapámat, tehát nem engem édesapámat, hogy lebukott a férje, hogy velem levelezget, mindjárt mondom, hogy milyen oldalon, love.hu-n. Életemben uh -huh. nem hallottam róla. Szerintem ez elve egy idősebb generációnak szóló oldal, nem egy... Ez a legelső társkereső volt szerintem a akkor magyar piacon. Szerintem 20-21 éves. És akkor apa felhívott, elmesélte, hogy mi van, rákerestünk. És hát tényleg az én képeimmel ott aktívan ment ez az oldal. Felhívtam én is ezt a nőt. És akkor mondta, hogy hát pedig voltak mesztelen fotók, és mondom, és hölgyem, az a fotón rajta volt az arcom? Hát nem, nyaktól lefelé. Amikor nem volt megcsináltatva a cicim, mondom, hölgyem, és nagy mellei voltak a nőnek a képen? Igen. Hát mondom, akkor az nem én vagyok. <laughs> sajnos, akkor úgy, az nem, én sajnos, én vagyok. Az nem én vagyok. Sajnos, nem én vagyok. Akkor rendőrségre mentem ezzel kapcsolatban, de nem voltak annyira segítőkészek. Nyilván most nem fogják összetörni magukat egy ilyen ügy miatt, mikor van ebből több száz. Meg már ezek az oldalak annyira ö, védettek, hogy nem adják ki csak úgy a felhasználók IP címét, és ez volt a probléma. <laughs> Úgyhogy ezért nem tudtam pontosan megtalálni, hogy ki csinálta ezt. Ez én néha felmennék egy-egy ilyen -egy oldalra, ilyen kamu profillal, és leveleznék saját magammal, tudod, hogy akkor mit ír, mi, 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 a célja. Ö, ezt a nyilván ö, azóta még többen követnek, még több kamu oldal van rólam. Az elején még próbáltam ezzel felvenni a versenyt, hogy mindig utána járni, levelezni az oldalakkal, letiltatni, kitenni sztoriba, de egy idő után már amúgy én is belefáradtam. Aki, aki ezt elhiszi, nem már úgy, de nincs sok eszem. Mennyiből áll csinálni egy kamu profét. ha kell, most kimegyek és csinálok rólad bármilyen eszkort fiú oldalra feltezek. photoshop is vala vízi, tele fotóra. Mi? Bármi. Úgyhogy igen, ez egyébként rosszul szokott esni, mikor valaki ezzel támad és, és elhiszi, de hát nem tudok mit csinálni, rendeljenek meg, aztán majd meglátják, hogy nem leszek ott. Ék mi volt a legvadabb legy, amit magaddal kapcsolatban olvastál, vagy amit hallottál? Már látom, hogy szeretnek rólad költeni, csak azért kérdezem. A legvadabb. Nem tudom, mert őszinte leszek, én nem olvasom a Reddit-et. Egy időben elküldték emberek, akkor nyilván a kíváncsiság hajtott, rámentem, elolvastam. De annyira bántott, meg annyira felidegesítettem magam, és, és úgy éreztem, hogy meg kell magam védeni, és kiraktam sztoriba. És válaszolgattam ezekre, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ez, ez, ez csak árt a lelki világomnak, úgyhogy próbálom elkerülni, nem olvasok semmilyen Facebook kommentet, semmilyen Reddit posztot de, de talán ez, a, ez az eszkort dolog, ami engem nagyon bántott, meg, meg, nyilván ez, amikor voltunk a családi nyaraláson, és hogy én engem biztos egy sugar daddy vitt ki, holott tényleg a családommal voltam, és édesapám vitt ki minket. Az is nagyon bántott. miért van az, hogy róla ezeket költik? Ezeket a, ezeket a a dolgokat. Hogy miért, miért akarnak téged beállítani egy ilyen, egy ilyen nem tudom, botrányhős nőnek? Nem tudom, van egy pár influencer barátnőm, akik így velem egy kategória, és ugyanez megy róluk, tehát szóról-szóra, ugyanazok a vádak, ugyanúgy kamuprofilok itt-ott, mindenféle oldalon, úgyhogy, látom, hogy ezt nem csak én kapom, hanem mindenki más is, így próbálom még inkább nem magamra venni. Volt egy érdekes uh, sztorid, amit kitettél pont így ezekkel kapcsolatban, ezekkel az oldalakkal kapcsolatban, hogy Tök sokat beszélünk arról, hogy mit okozhat egy-egy véleményvezérnek a tartalma a követők a közönség számára, de arról nagyon ritkán beszélünk, hogy mit okoznak ezek a, ezek a fröcskölődések a véleményvezér számára, és hogy mi az, amit el kell tűrni egy véleményvezérnek a, a, az internet népétől, az XYZ 642 nevű felhasználótól és hát hasonlóktól. elég durva. Nagyon sok barát, mert még jobban is megviseli, mint engem. Szóval ebben nem gondolnak bele az emberek, hogy, hogy azért mi is érző lények vagyunk, és, és ez, ez, nagyon bántó tud lenni, és képzeld el, ha Instagramon nekem ír valaki valami bántót, és hogyha nem trágár, meg valami nagyon mocsklódós valami, akkor én általában szívesen megvitatom az illetővel, hogy ezt mégis miből gondolja, milyen alapokon. És eddig tízből tízszer, hogyha felvettem a kapcsolatot egy ilyen vagy fékprofillal, vagy bárkivel, és írtam neki ö, egy teljesen normális üzenetet, hogy ezt vitassuk meg. Az volt a vége, hogy elnézést, igazad van, visszaszívom, nem úgy gondoltam, ki is törlöm a kommentemet. Igazad van, ez tényleg rosszul esett. Szóval soha nem volt az a vége, hogy tovább mocskolódott, mindig végül egyetértettek, és elnézést kértek. Ez is annyira furcsa egyébként. Szerinted mi kell egy fiatalnak ahhoz, hogy influencerje váljon? Elég sokan szeretnének azzá válni, milyen milyen képességekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ez, ez az álomvalóda tudjon válni, és mondjuk kövessék őket több tízezeren az instagram vagy tiktokon Hát rengeteget kell posztolni, tehát szinte napi szinten. Most már azért erre nem vagyok annyira képes. Nekem is fel kell zárkoznom. <laughs> nekem is fel kell zárkoznom, én is keveset Minél posztolok. Nagyon sokat kell tényleg, hogy, hogy ne álljon meg a dolog. Sokat kell sztorizni, meg nyilván minőségi tartalmat gyártani. Tehát, hogyha ha van egy reklámposzt, akkor ne az legyen, hogy fogjuk a terméket az arcunk mellett és csinálunk egy szelfit, hanem tényleg ö, építsük fel kreatívan, üljünk le, és gondoljuk át. Mennyit adsz magadból a posztokban? Tehát, hogy ö, szoktál, nem tudom én, éppen mi jár a fejemben posztot kitenni? Én szerintem azért igen, igyekszem megosztani a hétköznapémat, de egy bizonyos szintig, szóval nem az van, hogy végig vlogolom az egész napomat, de, de igyekszem megosztani azt, hogy éppen mi történik, ha jó, ha rossz, Gémerkedsz, és ha jól hallottam, akkor szeretnél indítani Twitch csatornát, az a gamerkedés honnan jött, meg milyen játékokkal játszol? Mert ez egy lánytól azért nem annyira gyakori szerintem. Igen, hát ugye már gyerekkorom óta jelen volt a számítógépes játék az életemben, apukám által. GTA-ztunk, repülős játékokkal játszottunk, aztán idősebb koromra a kód maradt. Idősebb koromra. De a, a, a kód maradt meg, amit tényleg, amit nem tudtam megunni évek múltán sem. És felkeresett egy menedzser cég, akik látták, hogy játszom, hogy hát igazából indíthatnék egy Twitch csatornát, és szívesen segítenek benne, Én meg úgy voltam vele, hogy minden nap esténként játszok egy 3-4 órát, hogy többet. És akkor miért nem? Nem egy hazamész, és bejössz amikor a gép minden... elé, és tolod? Igen, amikor minden végeztem, letudtam az edzést, hazamentem, ettem, lefürödtem, akkor odaülök a, a ps elé, veszem a kis headsetem, hívom a barátaimat, és... A párad ennek hogy örülhet? <gül> <gül> ő is játszik. Ja. Csak ő a nappalimban, én meg a hálóba így. Ja, de ugye ugyanazzal a játékkal? Nem, nem tudom rávenni, hogy, egy, hogy együtt mentek úgyhogy sajnos egyedül, de van egy csapatom, és akkor velük ha. szoktunk játszani. Egy, és vannak benne lányok is a csapatban. Ez akartam, mennyi lány van egyébként? A... Hát kevesebb, kérdezt, mint fiú, de jól nyomjuk. Így, néha megalázzuk a srácokat. Mik a tervid egyébként a, a, jövőre nézve, azon kívül, hogy az esztétikai specialistát azt elvégzed, és utána ezzel fogsz foglalkozni, gondolom ez a, ez Igen, a terved? Még nyitni. Más terv, amit szeretnél mondjuk így kimaxolni a, a véleményvezérségből? Tudod mit? Szívesen szerepelnék valami műsorban, amilyen versengős. Tehát ilyen Exatlon, vagy ilyesmi. Olyasmi, Aha. igen, igen. Jó a Survivor, igen. Ilyenek, illetve amúgy szívesen kipróbálnám magam egy filmben. Jó, ezek most ilyen nagyon nagyra törő vágyak. A szalonnyitás, a Twitch csatorna, egyelőre így ennyi, uh -huh. amit szeretnék. Mikor mentek Dubajba, mondja azt is nyertél, Dubaj Utat, 5 millió forintot is nyertél, illetve egy fiátot nyertél használatra, ugye? Igen, igen. Öh, hát pont most beszéltük, hogy mikor kéne, ugye nyáron nem túl jó, mert annyira meleg van, hogy nem lehet kimozdulni, úgyhogy a decembert lőttük be, és akkor van megint a dubai verseny, ahol én nem fogok szerepelni, de mondta a Lila, hogy örülne, hogyha díszvendékként meghívhatna, úgyhogy ezt így egyeztessük össze, úgyhogy szerintem december elején. a Koronát megkaptad? Igen. Tényleg? Igen. Egy hatalmas nagy koronád volt. Nagyon. Alig bírtam megtartani a fejemen, próbáltam egyensúlyozni, végül le is esett egyébként a fejemről. <laughs> nem tört el, nem, meg. Nem, nem, semmi baj nem lett. Oké. Okay. 5 milliót mire fogod költeni? A szalonnyitásra. akkor felég félre rakod. Igen, persze. Én egyébként nagyon félrelakos vagyok. Sokan nem gondolnák rólam, de tényleg egy designer cuccom sincs. Én csak arra költök, amire muszáj, ha valami elszakadt, akkor veszek újat, és inkább, inkább félreteszem a jövőre meg a saját vállalkozásra. Na akkor még fogalmazunk meg, amit így a végére adok gondolkodási időt, amíg felvezetem, hogy mire gondolok. Mi az a, a mondandó üzenet, képviselt téma, amit tőled a közönség láthat majd, mint egy versenygyőztesétől, a királynőtől, amit fogsz zászlóként lebegtetve előrevinni az életedben a közösségi médiában. Mit, mit vállalsz magadra? Mit vállalsz fel? Most meg kell valamit. Úristen, meg kell valamit? <gül> <gül> hát mindenképp ö, Attól lesz az oldalamon innentől a sport, az egészséges életmód, az állatszeretet. Megpróbálok minél több kóbortiszának és ö, kutyusnak otthon találni. Illetve hát a, a szépség. Az esztétikai specialista ö, iránynak lesz egy külön Insta oldalam, úgyhogy majd azt is szeretném felfuttatni szépen. De ne járok ki, megyünk egy közgazdász posztot is. <gül> <Mindenképp>. <gül> biztos, hogy Ol biztos. Olvastam, olvastam egy olyan kommentet, vagy azt nem apukám mondta, hogy érdekes, hogy ha ennyi munka van mögötte, akkor még nincs olyan poszt, hogy szemüvegben ülök a laptop mögött, és dolgozom én. fotózd be. Úgyhogy lehet, ez lesz. Csinálok a képet, a éppen szerkeztem a videókat, vértizzadok. Igen, amit benne a pénzügyi, nem tudom, pénzügyi uh, új szabályozásról pluszban. Igen, majd a vállalkozásom, nem leszek a saját magam könyvelője, úgyhogy majd ezt uh, publikálom. Ez is egy izgalmas dolog hát lesz. Felismernek. <laughs> Rebeka, köszönöm, hogy itt voltál, ők tudtunk is beszélgetni egymással, gratulálok a díjhoz. Uh, viseld uh, büszkén, mindenféle komment uh, és uh, poszt ellenére, és éld az életre úgy, hogy te szeretnél élni. Köszönöm. Örülök, itt voltál. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.